A legendás Kovács Kati volt a sztár fellépője az önkormányzat által az Idősek Világnapja alkalmából szervezett ingyenes koncertsónak. A belvárosi piac falai között megrendezett esemény után a rajongók gyűrűjéből nehezen szabaduló művésznő exkluzív interjút adott a City TV stábjának. Hogy tetszett a koncert? Hogy tetszett? Melyik koncert volt a legjobb? Hát a Kovács Kati egyértelműen. Fantasztikus egy csaj. Régi rajongója? Nagyon imádom, a kedvenc. Többiek hogy tetszettek? Én a Kovács Kati miatt jöttem, de jók voltak. Lazák, közvetlenek, barátságosak, úgyhogy ez az élő koncert, ez köszönjük a kerületnek. Három koncert, hogy melyik tetszett legjobban? Nekem is a Kovács Kati. Minimum. Én majdnem egy idős vagyok vele. Hát gyerekkorom óta, mióta ő énekel, azaz minden számát fújtam, most már nem annyira, de szerettem nagyon őt. És nagyon csinos most, nem tudom, hogy le van fogyva. Nagyon-nagyon szeretem. Ő nem énekel soha ilyen hanggal? Pedig olyan blúzos. Hát, ugye el kellett volna menjek, de nem énekeltem. Nem. Hát, tetszett önnek az egész koncert? Nagyon tetszett, de Kati volt az első. Utolsónak első. Arra elmegyünk, jó? Művésznő, csodálatos pályafutása során gondolom már több ezer koncertet adott, de fedett piacon énekelte már. Még soha nem, soha nem. Én nem leszek sohasem a játékszered. És milyen volt így elsőnek akkor? A színpad mindig színpad. Érdekes, ha az ember kikerül a színpadra, és a közönség szemben van velünk, akkor mindig minden eltűnik, hogy milyen helyszínen vagyunk, hogy néz ki, akkor csak ugyanaz a színház lesz, ami tulajdonképpen az alapja ennek az egésznek, hogy egy közös, együtt vagyunk a közönséggel, közös szórakozás, közös munka, közös emlékezések, úgyhogy ugyanúgy színházá változik minden, csak a megfelelő hangulat kell hozzá. De látom, hogy nem is a színpadon énekelt, hanem lement a nézők közé. Szeret ennyire közel lenni hozzájuk? Szeretem látni az embereket, igen, az emberek arcát, a reakciójukat, a hangulatukat, meg akkor soha nem venném észre, hogy elől az első sorban mászkál egy Milán, aki hány éves lehetett? 2, 1.5, és a tündéri volt egy kicsi fiú a Milán, vagy nem láttam volna a hölgyet, aki a szék mellé ült, annyira integetett nekem. Úgyhogy ezek olyan személyes dolgok, hogy valójában csak akkor láthatjuk a közönséget, hogy kicsit közelebb kerülünk hozzájuk. Így van. És milyen volt ez a belvárosi közönség? Hibátlan. De már jó kezdődött, mert kedvesen fogadtak bennünket, és mondták, hogy van öltöző, van színpad, minden van az égvilágon, egy kicsit szokatlan lesz. Eszembe is jutott egy színdarab, a My Fair Lady, amikor Higgins tanár úr tanította, nem jut eszembe annak a színésznőnek a neve, ilyen picit gyönyörű arca volt, emlékszik? Az jutott eszembe, hogy ő is egy olyan helyzetbe keveredett a film elején, amikor valaki kiemelte a tömegből is, énekesnő lett belőle. Hát én is teljesen véletlenül kerültem erre a pályára, mert édesanyám benevezett a Kimi Tudra, és valahogy így feltűntem. A másodikra, mert az elsőről kirúgtak, mondván, hogy ordítottam, mert Little Richard dalokat énekeltem teli torokból, és akkor nem ez volt a divat. Úgyhogy anyukámnak köszönhetem, hogy végül is énekesnő lettem. De nem bánta meg, hogy erre a pályára lépett? Nem, egyáltalán nem bántam meg. Azt sem tudom, hogy mikor kerültem igazán erre a pályára. Olyan hirtelen. Nyertem egy. De tele van humorral, viccel az egész pályánk. Úgy kezdődött, hogy megnyertem egy amatőr országos versenyt. Következő évben az első Magyar Tánc Fesztiválon a Nem leszek a játékszereddel egy országos versenyt. Mondhatnám. Így, és utána még mindig nem kaptam állandó működési engedélyt, hogy énekelhessek. De akkor már beszerveztek egy országos turnéra. Úgyhogy borzasztó kalandosan indult a pályám. Mondtam, nem baj, én akkor is énekelek. Hol? Otthon. Nekem az jól esik. Vagy elkerültem templomokba, Chicagóban énekeltünk a Szent István katedrálisban, és ott is énekelgettünk magyaroknak, de amikor nem látott minket a közönség, akkor az igazi nagy színpadon is énekeltünk. Azóta többször énekeltem már templomokban, és csodálatos, felejthetetlen hangulata van, mert ezek ilyen adventi koncertek, és egészen más a hangulata, mint az átlagos műsoroknak. És önnek az éneklés az már csak hobbi, szerelem, vagy azért egy kicsit munka is? Nem, azért ez így nem igaz, hogy hobbi és szerelem és munka. Ez mind együttvéve. Mert amikor valaki hónapokon keresztül arra koncentrál, hogy megtanuljon egy dalt, egy műsort,
hogy vigyázzunk arra, hogy nem eszünk előadás előtt. Tehát pontosan úgy készülünk egy koncertre, mint egy sportoló egy versenyre. Tulajdonképpen minden egyes előadás egy verseny, azt szokták mondani, hogy vizsgadruk van bennünk, mert tényleg itt van több száz ember, nem mindegy, hogy nézünk ki, hogy énekelünk, hogy beszélünk, és bizony föl kell arra készülni. Aztán, amikor vége van, akkor határtalanul boldogok vagyunk, ha megfeleltünk, és jó előadás volt. Azt hiszem, minden színészt vagy minden színpadi embert földob, az, ha jó hangulat van, mert végülis azt szeretnénk, hogy az emberek jól érezzék magukat, vagy emlékezzenek a fiatalabb korukra, mint a mai estén. Ugyanis a dalokhoz kötődnek az emlékek. Akkor született a fiam, akkor nősült meg, vagy akkor születtek a gyerekek, amikor azt énekelte, hogy egy halmasarcú kisgyerek. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy így beépültem az emberek életébe az elmúlt 50 év alatt, és ez jó érzés. Kicsit családtag vagyok ebben az országban. Kicsit rémisztő volt szinte látni, hogy a rajongók szétszették valósággal a koncert után. Hogy lehet ezt kezelni ennyi év után is még, ezt a hatalmas szeretetet? Hál' Istennek, hogy így van. Köszönjük szépen. Nem, egyáltalán nem zavar. Inkább azt hiszem, az zavart, hogy várakoztak rám. De megszoktam, ez a műsornak egy része, és olyan jó látni, hogy megvárják, és mint a kicsi gyerekek úgy beállnak oda, és autogramot kérnek, és ez olyan édes, nem? Olyan aranyos, hogy mindenki gyereké változik hirtelenjében. Az, hogy a doktornéni odajött, itt van egy kötelező orvosi szolgálat ilyenkor, és a doktornéni, akik a János kórházból jöttek, együtt fényképezkedtünk, a mentős úr pedig közös fotót készített rólunk, úgyhogy ezek csodálatos pillanatok az életünkben. Azt is mondhatnám, ezért megéri időnként szenvedni.